technológiai minőséget garantáló, lézeres fémipari megmunkálógépeket gyártó cég bemutató termét adták át a Gödöllői Üzleti Parkban szeptember 13-án. Az immár 10 éve Magyarországon is működő Trumpf világcég új dél-kelet-európai központjában 1000 négyzetméteren mutatják be a vásárlóknak a tradicionális és az új technológiát. Van egy új üzletág, az az Exim Ultra Ibolya hullámhosszon üzemelő lézerforrások üzletága, amelyeket a chipgyártáshoz használnak. A 4-5 nanométeres átállás a chip gyártás területén a Trumpf lézereknek köszönhető, és gyakorlatilag ez az üzletág az, ami dinamikusan fejlődik. Az elmúlt üzleti évben közel 1 milliárd euró árbevételt realizált csak az EUV üzletággal a Trumpf. A másik két üzletág a szerszámgépek, illetve a lézertechnika hosszú-hosszú évek, évtizedek óta létező üzletágak, és folyamatosan fejlődnek. Mi alapvetően egy értékesítés és szervisz tevékenységet folytató leányvállalat vagyunk, vagy tagvállalat vagyunk a Trumpf csoporton belül, és a feladatunk az, hogy szerszámgépek területén Magyarországon, lézertechnika területén pedig Magyarországon és Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Görögországban értékesítsük és szervizeljük a lézertechnikai eszközöket. Mint Major Tamás, a Trumpf magyarországi ügyvezető igazgatója elmondta, a hazai autóipar egyik alappillére a cég technológiai háttere. A német autógyártóknak klasszikusan tradicionális beszállítója a Trumpf, úgyhogy a lézertechnika területén nyilván ez is egy biztonságot ad a németországi autógyártó cégeknek, hogy jó kezekben van a technológiájuknak az a része, ahol Trumpf lézereket használnak. A koreai akkumulátorgyártó cégek, mint például a Samsung SDI, mint például az SK Innovation Trumpf lézereket használnak. Ezeket a lézereket először Koreában kezdték el használni, illetve ott validálták, és hát mivel ezek voltak a legjobb minőségű és legmegbízhatóbb berendezések az adott hegesztési, illetve jelölési feladatokra, ezért ezeket standardizálták. Még régebben elég volt a gépeket eladni és alkatrészt, valamint szervizelést biztosítani, addig ma a robotok betanítása, a gyártásvezérlés új iparággá nőtte ki magát, amit a cég szintén biztosít partnereinek. Ehhez kapcsolódik az ipar 4.0, hiszen a Trumpf nem csak szerszámgépeket gyárt, hanem a szoftvereket is a berendezések programozásához, illetve a gyártásvezérléshez, és ez egy egyre jelentősebb és fontosabb terület mindenhol a világon, és igazából úgy látjuk, hogy a magyarországi ügyfelek a automatizálás után most érkeztek el odáig, hogy hogyan tudják még jobban szervezni a gyártásukat, hogyan tudják átláthatóbbá és lekövethetőbbé tenni a termelésüket. Mint elhangzott, a bemutató terem helyszínválasztásánál fontos szempont volt, hogy Gödöllőn van felsőoktatási intézmény, hiszen a cég fontos partnert lát a Matéban. Ez is egy tényező volt az új székhely helyszínek a kiválasztásakor, hogy Gödöllő azért rendelkezik egy felsőoktatási intézménnyel, hosszú évtizedek gyakorlata szerint ugye gépészmérnök képzés is folyik. A megnyitón Julia Gross, Németország budapesti nagykövete is részt vett. Szeptember 15-én adták át az új Szilhát-Szőlő utcai körforgalmat. A több mint 100 millió forintba kerülő, szaknyelven szólva közlekedési műtárgy a gyalogosok életét is megkönnyíti. Hamarosan a virágok is betelepítésre kerülnek az ágyásokba. Ugye már régóta használja mindenki ezt a körforgalmat, de a hivatalos műszaki átadás múlt hét pénteken megtörtént, és a kivitelező gyakorlatilag kifogástalanul átadta az önkormányzatnak az elvégzett beruházást. Még ami hátra van, az itt lévő középső kör, meg néhány szélső résznek majd a virágosítása, amit a viszi munkatársai fognak elvégezni. Ilyenkor ősszel azért ez nem annyira egyszerű, mint tavasszal, de itt mindenféleképpen lesznek olyan növények, amik ezt az egész körforgalmat még
hangulatossábbá teszik. Ma kaptam éppen egy levelet innen a Kazinci körútról, egy nénitől, aki azt mondta, hogy nagyon-nagyon köszöni ezt a beruházást, hiszen eddig elég nehezen tudott átkélni az egyik oldalról a másikra, nem volt biztonságos a közlekedés, a zebra megvédi a gyalogosokat, és azok a zebrák, amik föl lettek festve, egyértelműen biztonságosabbá teszik a gyalogos közlekedést. És természetesen az autós közlekedés is biztonságosabb lett, hiszen nem kell nézni egyik vagy a másik kanyart, két alapszabályt kell betartani. Egyébként a KRESZ alapján a körforgalom tekintetében az egyik az, hogy a körforgalomban lévő autónak mindig előnye van, és amikor kimegyünk a körforgalomból, most az itt ellévő mellettünk el menő autó nem indexel, de indexelni kell, hogy lássa mindenki azt, hogy ki megyek a körforgalom. Ez a két alapszabály megvan, akkor a körforgalom használata sokkal egyszerűbb, és természetesen biztonságosá teszi a közlekedést. Így a két körforgalom egymás után azt gondolom, ennek az utcának a napi körülbelül 5000 autós forgalmát sokkal biztonságosabbá tette, és az is nagyon lényeges, hogy mind a mellett, hogy egy picit lelassul a körforgalomba haladó jármű sebessége, de azért pont a körforgalom jellege miatt ütemesebb a forgalom, és ahogy láttam az elmúlt időszakban a reggeli csúcsokban az autók szépen áthaladnak a körforgalomon, és kisebb a torlódás. Hölgyeim és uraim, a beruházás 100 millió forintos nagyságrendbe került, és azt gondolom, hogy mindenki örömére, ahogy én láttam a Facebookos visszajelzések alapján, a bejegyzések legnagyobb része örömmel vette ezt a beruházást az autósok részéről, és örömmel vette a gyalogosok részéről. Így hát akkor most képletesen átadjuk önöknek, használják egészséggel, vezessenek örömmel, és biztos vagyok benne, hogy élvezni fogják azt, hogy kicsit biztonságosabb az a körülmény, amiközben önök vezetnek. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte szeptember 16-án a közkedvelt Monarchia Rétesház. A városi piacon lévő rétesezőben dr. Gémesi György polgármester virággal és oklevéllel köszöntötte a dolgozókat. Galambári Jánosné, Kovács Jánosné és Vargas Mitola Adrien a Monarchia Rétesház három olyan dolgozója, akik a kezdetekkor csatlakoztak a csapathoz. Köntös Sándor tulajdonost polgármesteri ezüstéremmel tüntette ki dr. Gémesi György, elismerve a példaértékű munkát. A rétesháza kiváló minőségű rétesek mellett most egy mini kiállítással is várja a vendégeket, visszatekintve az elmúlt 20 évre. Idén a Kulturális Örökség napjai programsorozat keretében különleges orgona bemutatóra került sor a Mária Besnyői Bazilikában szeptember 17-én. Kája Sándor kántor mutatta be az orgonák történetét, amiből megtudhattuk, hogy az orgona valójában fúvós hangszer. Az orgona szerkezete, a szerkezeti modellje nagyon hasonlít a népzenében megtalálható és közkedvelt ősi hangszerünkben, a dudában. Ugyanis a hangszer megszólaltatásához ott is sűrített levegő szükséges. Most az orgonákban is a hang, amikor a kántor vagy az orgonista lenyomja a hangot, ott egy bizonyos folyamat elindul, gyakorlatilag egy sűrített levegő, ami közvetett módon jut be a sípba, az szólaltatja meg a hangot. Hogy tud ilyet előállítani az orgonaépítő? Régen kézzel, lábbal fújtatták az orgonát, hát a mai világban ehhez vannak megfelelő elektromos motorok, amik a széltermelést biztosítják. Most ez a széltermelés, ez közvetlen nem a sípokba megy, mert akkor össze-vissza szólna. A biztosított és egyenletes hangzás azt az biztosítja, hogy ebből a nagy, hát ez egy ekkora motor, ami úgy belemegy egy úgynevezett fúvóba, egy nagy ládába, úgy képzelhetjük el, melynek görbül van az oldala. A tetejére pedig valami nehezéket tesznek, itt nálunk szépen újságpapírba becsomagolt téglák vannak a tetején, és ez a nyomás adja gyakorlatilag az orgonának a nyomását, és amikor az orgonista
lenyomja a billentyűt, akkor ebből a fúvóból megy át a csövön keresztül a síphoz, és amelyik síphoz éppen kell, akkor megszólal ez a síp. A program különleges tárlatvezetéssel folytatódott a kolostor belső tereiben, melyet Virt József kapucinus plébános atya mutatott meg a közönségnek. Egy nagyon szép kép, amely a Szent Háromságot mutatja. Látjátok az Atyát, a Fiút és a Szentet, a Szentlélek galambformában, galambképében, a mennyei Atya jobbra, mindenható Isten, és ott a lábánál látjuk a föld folyót, a teremtést szimbolizálja igazából ez a nagy két gömb, a világmindenségnek az ura, és látjuk a Fiút, a megváltó Fiút, a megváltás eszközével a keresztel, tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és körülötte pedig szenteket és angyalokat lehet látni. A boldogságos szűzmária gyönyörű szép fehér, kék és rózsaszín színben tündököl, szép fehér fákra van, az Úr Jézus oldalán látható, aztán Szent Mihály főangyalt pedig itt az Atya jobbján lehet látni. Aztán még ferences lelkiségű szenteket is felfedezhetünk a képen, illetve egy nem ferences szerzetes is ott van, ő pedig Avinai Szent Teréz, kármelita szerzetes, aki az alapító Grassalkovics Antal harmadik felesége, Terézia, Novosiczki Terézia, védőszentje volt. Ezért a templomban több helyen is találunk Avinai Szent Teréz ábrázolást. Az esemény zárásaként az érdeklődők megtekinthették a templom alsó részében található Grassalkovics kriptát, a templomot építtető Grassalkovics első Antal és családja nyughelyét, ahol dr. Varga Kálmán tartott tárlatvezetést. A 16. alkalommal rendezték meg a Gödöllői Vadásznapot. A királyi kastélyban szeptember 17-én megtartott rendezvényen a Vadászkamara Kürt együttes koncertjét végighallgatta Erzsébet királyné is, aki köszöntötte a látogatókat. A számtalan érdekes program között a maoi népszerű házi állattal, a vadászgörénnyel is megismerkedhettek a parkba látogatók, sőt meg is simogathatták őket. A vadászkutyák kedvelői Erdélyi Kopó Klub kiállításon vehettek részt, ahol megismerkedhettek a fajta jellegzetességeivel, a hagyományos vadászatra kitenyésztett állatok nevelésével. A solymász íjász bemutató mellett az agarakkal is közelebbi barátságot lehetett kötni, és még egy agárfuttatást is megtekinthettek az érdeklődők, ahol megtudhattuk, hogy az agár mindent el akar kapni, ami gyorsan mozog, legyen az műnyúl vagy felmosórongy, hiszen alaptermészete a versenyzés és az összpontosítás. Az árusok között természetesen feltűntek a házi sajtokat, kolbászokat kínálók, sőt még vadételeket is lehetett kóstolni. Jól lakottan, semmi másra nem vágyott az ember, mint egy jó hintózásra a parkban. Életének 78. évében elhunyt körösfői András, a körösfői Kriss Aladár Művészeti Alapítvány egyik alapítója, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány korábbi kurátora. Körösfői Kriss Aladár emlékének és gémház munkájának támogatása mellett a gödöllői oktatásnak is jelentős alakja volt a Madách Imre szakközépiskola, szakiskola és kollégium tanáraként. Körösfői Andrást 2023. szeptember 27-én 15 órakor Gödöllőn a Dózsa György úti temető ravatalozójából kísérik utolsó útjára. A család kéri, hogy akik szeretnék lerúni kegyeletüket, egy szál virággal tegyék. A rendezvény címéhez méltóan valóban erdei zsongás volt a Gödöllői Arbo Parkban szombaton, ahol színes és gazdag családi programok várták valamennyi korosztály képviselőit. Színpadi előadások, az erdei életet, a növény és állatvilágot bemutató esemény várta a családokat. A játékos foglalkozások mellett lehetőség volt erdész vezetésével bejárni az erdőt, de az érdeklődők kisállat bemutatón és madárgyűrűzésen is részt vehettek.
lettek. A rendezvényre nem csak Gödöllőről, hanem a régió számos településéről érkeztek a látogatók, akiket a Gödöllői Városi Könyvtár munkatársai kézműves foglalkozással és játékos kvízzel vártak, a Pilisi parkerdő képviselőinek köszönhetően pedig megismerhették az örökerdő gazdálkodás miben létét, vagy a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a gabonaörlést. Gödöllőváros önkormányzata és Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2023. szeptember 19-én 9 és 16 óra között ingyenes egészségügyi szűréseket szervez a gödöllői lakosság számára a Művészetek Háza parkolójában. Testanalízis, laborvizsgálatok, tüdőgyógyászati, kardiológiai, stroke, szívinfarktus, szemészeti, csontritkulás és fogászati vizsgálatok várják a lakosokat. Emellett életmódtanácsadáson, anatómiai bemutatón és rendőrségi bemutatón is részt vehetnek az érdeklődők. A vizsgálatok érkezési sorrendben történnek, sem előjegyzés, sem regisztráció nincs. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának felvételén látható Fannika kalandja a gödöllői tűzoltókkal. A kedves bejátszásból kiderül, hogy a megmentett kiskutya nem így képzelte el a keddet. Fannika a keddet sok labdázással, látható és láthatatlan zsákmányállatok kergetésével, végtelen mennyiségű simogatással és finom falatokkal képzelte el, plusz egy kellően puha, gyorsan szétrágható házi papuccsal. Fannika tervei akkor estek kútba, amikor aprócska testével becsúszott egy több méter mély csatornába. Fannika kedje végül szerencsés fordulatot vett, csinos gödöllői tűzoltók siettek hozzá, a mélybe szálltak érte, óvatosan kézbe vették, a felszínre hozták, sőt még gyors leltárt is csináltak. Futóművek rendben, alváz rendben, fülecskék rendben, farkinca rendeltetésszerűen működik. Fannikának üzenik a tűzoltók, hogy gyorsan nőjön meg, hogy ne pottyanjon bele mindenféle lyukakba. Újfajta online csalások jelentek meg Magyarországon. A csalók azt állítják, hogy valaki a netbankon keresztül a sértett folyószámláján illegális tevékenységet folytat éppen a hívás pillanatában. Ez természetesen nem igaz. Az áldozat első ijegységét kihasználva a TeamViewer vagy az AnyDesk alkalmazás asztali gépre vagy mobiltelefonra telepítését kérik. Ezek távoli asztalszolgáltatást nyújtó programok, amelyek az ismeretlenek számára hozzáférést biztosítanak a sértett számítógépéhez. Ezzel teljes körűen hozzáférnek adataihoz, fájjaihoz, böngészési előzményeihez, a különböző oldalakon használt felhasználói neveihez és jelszavaihoz. Gyakorlatilag átveszik az irányítást a sértett számítógépe felett, majd arra kérik, lépjen be netbankjába, vagy adja meg belépési azonosítóit. Amennyiben az áldozat ennek eleget tesz, a szeme láttára tüntetik el a számláján lévő pénzösszeget. Az átverés része, hogy a sértett telefonján a bank hivatalos elérhetősége jelenik meg, a hívás azonban egy átjátszó alkalmazás útján nem onnan érkezik, hanem a csalóktól. A gödöllői rendőrkapitányság kéri, hogy távoli asztalszolgáltatást nyújtó program telepítésekor és használatakor legyen fokozottan körültekintő. Idegenek kérésére soha ne telepítsen ilyen programot, és soha ne adjon hozzáférést számítógépéhez, mobiltelefonjához. Banki adatokat soha ne adjon meg sem telefonon, sem e-mailben. Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése érdekében ne nyúljon semmihez, és értesítse a rendőrséget a 112-es telefonszámon. Közel 4 év után újra városunkban a Mate sportcsarnokban játsza hazai mérkőzéseit a Szalai Attila vezette Gödöllői RC, miután a Magyar Röplabda Szövetség engedélyezte a játékpálya használatát a női NB1-ben. Az egyetemi csarnok rengeteg röplabdában elért gödöllői sikertől volt hangos az elmúlt két évtizedben, hiszen a számos extraliga bajnoki finálé ütközet mellett rangos nemzetközi mérkőzések, valamint 3 magyar kupa döntő, 2007-ben és 2009-ben női, 2013-ban pedig mindkét nemnek volt házigazdája a létesítmény, de többek között itt láthattuk a klubhűség legendájának, Bálintné Széles Petrának a búcsúmeccsét is,
és 2019 tavaszán. Remélhetőleg ismét megtelik a terem lelke szurkolókkal. Az első mérkőzésre már nem kell sokat várni, ugyanis az alapszakasz nyitófordulójában október 7-én szombaton 17 órától fogadjuk a Vehír VESC csapatát. A belépés továbbra is díjtalan lesz a hazai találkozóinkra. Talán a korábbiaknál is nagyobb sikerrel zajlottak a hétvégén a belvárosi napok programjai. A szombati kezdésnél több ezren álltak rajthoz a Világfánál a hagyományos iskolák közötti futóversenyen, ahol nem a futás sebességében volt verseny, hanem hogy egy-egy iskola hány főt tud megmozgatni. Aki nem futott eleget, az részt vehetett a kastély futamon, amit a zeneiskolánál rendeztek meg. Itt már a sebességet díjazták. A sportválaszték mellett civil szervezetekből sem volt hiány. Az igazán aktív szervezetek már egy egész civil falut hoztak létre a legkülönbözőbb érdeklődési körű gödöllőieknek. Itt mindenki találhatott magának megfelelő szervezetet, de ha mégsem, akkor létre kell hozni egyet a jövő évi bemutatkozásig. Nagyon népszerű volt az állatsimogató és vasárnap a kutya szépségverseny, de idén a MATE szervezésében még a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság hagyományőrzői is bemutatkoztak, amit ő excellenciája, Mr. Konepeng Tamavong, Laosz magyarországi nagykövete is örömmel tekintett meg. Koncertekben sem volt hiány, hiszen óriási siker volt a belvárosi napok első estjén a Honey Beast együttes fellépése, de Békefi Viki és Feng Yu, Kis Kevin és Tideni is remek bulit csinált. Vasárnap Kovácsovics Fruzsina, Dr. Béres és Krisz Rudi, majd Demjén Ferenc nagy koncertje mozgatta meg a füleket és kezeket. A kétnapos ingyenes fesztivál a szokásosnál is látványosabb tűzijátékkal ért véget. Szeptember 9-én leplezték le a Csillagok falának újabb kéznyomatait. A Művészetek Házában lévő falra a közönség szavazatai alapján idén Tóth Judit, Újvári Izabella, valamint Gémesi Csanád tenyerének nyomatai kerültek fel, hiszen az idei évtől már nem csak művészeket, hanem sportolókat is lehetett jelölni az elismerésre. A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester méltatta a három új csillagot, kiemelve, milyen hatalmas munka van a teljesítményük mögött. Tóth Judit, az Urban Verbunk junior művészeti vezetője a kéz szimbolikájáról beszélt köszönetében. Azt mondják, hogy mindannyiunk élete az egyszerre két tenyéren van. Az egyik az Isten tenyere, a másik pedig az ördögnek a tenyere. És nyilván mindannyiunk, mint ahogy Csaba is említette, illetve a polgármester úr is említette, az, hogy mikor mit élünk meg az életünkben, vagy hogy, hogy érezzük, hogy kinek vagyunk jobban a tenyerén, Istennek vagy az ördögnek, és ez a munka és ez a hit, ami ehhez kell, hogy ezen a két tenyeren tudjunk lavírozni, azt hiszem ez egy nagyon fontos a mi szakmánkban, szóval a hit. Aztán a másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy a kérges vagy csak a tenyerekről, szóval a kétkezi munka, én nagyon boldog vagyok és nagyon hálás vagyok, hogy olyan családban nőttem fel, ahol szóval azt tanítottam nagyszüleim szüleimtől, hogy a kétkezi munka, bár én alkotással vagy pedagógiával foglalkozok, de én azt tanultam meg a családomban, hogy a kétkezi munka az nagyon-nagyon fontos és nagyon tisztességes. A tisztességes élethez az szükséges, és ez minden helyzetben azt gondolom, hogy így van. A harmadik gondolat, ami eszembe jutott, az a kéznyújtás. Azon gondolkodtam, hogy nekem a pályám során mennyien nyújtottak kezet, és én is hányszor fogtam meg egy apró tenyeret, akit bevezettem egy körbe, egy táncterembe. Remélem, hogy majd erről a tenyérről ez is eszébe jut sokaknak. Illetve a kéz a kézben járás, hogy mennyien vannak most is mellettem, most sajnos nincsenek itt, mert éppen három helyen lépünk fel, vagy mutatkozunk meg éppen, és mennyien voltak az elmúlt időszakban is, akikkel azért kéz a kézben jártunk együtt, és csodákat csináltunk. És talán az utolsó gondolat, az pedig... Azt is mondják, hogy Isten azért vigyázzunk, mert szeret tapsolni is. Tehát nehéz dolog azon a tenyéren ülve maradni, viszont a mi szakmánkban nagyon fontos a taps is. És még egy gondolat, hogy egy utolsó kiegészítés, hogy azt mondják, hogy minden díjnál
fontos az is, hogy kivel kell kezet fogni. Én nagyon őszintén és tisztelettel vagyok hálás ennek a díjnak az átvételekor, és a kézfogáskor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó helyen vagyok. Újvári Izabella válogatott labdarúgó és futgolf bajnok gödöllői gyermekkori élményeit elevenítette fel. Emlékszem, amikor a hajósba jártam, sportiskola nyilván, sport az életem, akkor sztársportolók jöttek be hozzánk, és csodálkozva néztünk rájuk, mintha UFO-k lennének, és én akkor eldöntöttem, hogy szeretnék egy olyan szintre jutni a sportban, hogy én rám is így nézzenek a gyerekek. Tehát nekem akkor az volt az álmom, az volt a célom. És emlékszem, hogy a szobám falára kiírtam, hogy én külföldön szeretnék focizni, és teljesült. És minden gyermeknek azt próbálom átadni, és azt próbálom továbbadni, amit én a sportból és a sportról tanultam. Nekem ez az egyik legfőbb célom, így az életem további részében. Gémesi Csanád olimpiai bronzérmes kardvívó a jövő generációjának neveléséről beszélt. Az az érzés, amikor ki volt rakva egy asztal, rajta a fejvédek, a kardok, és körbe volt véve az asztal kisgyerekekkel, nagyobb gyerekekkel, és jöttek, és fölvették a fejvédet, és fölvették a kardot, és kipróbálták, és jöttek, és kérdezték, mikor lehet jönni vívni, mikor. És ez egy olyan élmény, még ennyi év után is minden évben ez van. És minden évben jönnek, és minden évben látni a szemükben a lelkesedést, és ez óriási élmény. És az is óriási élmény, hogy kikerül a kézlenyomat a falra, de az igazi az mégiscsak az ott van kint. A gödöllőiek szavazatai alapján kiválasztott három kiválóság tenyérlenyomatait bárki megtapogathatja a Művészetek Házában kialakított csillagok falán. Schönbrunn kincsei Gödöllőn címmel nyílt kiállítás szeptember 7-én a Királyi Kastélyban. Az Erzsébet királyné életéről és 125 évvel ezelőtti haláláról megemlékező kiállítás ünnepélyes megnyitóján maga a koronás fő is részt vett, aki Anton Strauss Gödöllői Esték című szerzeményére vonult be. Klaus Panholzer a Schönbrunn Group igazgatójának, dr. Újvári Tamás a Gödöllői Kastély igazgatójának és IBL Fríde asszonynak a Schönbrunn Group főkurátorának köszöntője után Mihály Wolfárt a bécsi Hofburg Sisi Múzeumának szakértője mutatta be az érdeklődőknek a kiállítást, és azt, hogy milyen fontos volt a magyar kultúra a királyi párnak. Ungarische Kultur. Magyar kultúra a császári királyi pár számára nagyon fontos pont volt. Mind a ketten beszélték a magyar nyelvet, ami természetesen a bécsi udvarban egyfajta titkos nyelv volt kettejük között. Így tudták a privát dolgaikat így is megbeszélni. A most megnyílt, összesen 201 tárgyat magában foglaló kiállításon ugyan Erzsébet használati tárgyait mutatják be, ám az összeállítás során törekedtek arra, hogy valamilyen magyar vonatkozása is legyen a tárgyaknak. A kiállítás jövő év január 28-áig tekinthető meg. Értékvédelem és értékteremtés Gödöllőn, avagy Mit hagyunk az unokáknak címmel rendezte konferenciát a Várkapitányi lakban szeptember 6-án. A rendezvényen Pejhe József, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnöke, és Gálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület alelnöke mondott köszöntőt, majd L. Péterfi Csaba, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület alelnöke adott hangot szomorúságának, hogy mivel a kormány el akarta venni szétosztásra a norvég alap pénzeit, így ma már nincs lehetőség innen felújítási forrást szerezni az önkormányzatnak. Ezt a pályázatot akkor, amikor elnyertük, 1,7 millió eurót nyertünk. Ami akkor nagyon nagy pénz volt. Ebből az 1,7 millió euróból megújult a Grassalkovics Filagória, a Királyi Váró, a Kálvária, az Erzsébet Park és a Világfa. Én azt gondolom, hogy abban az időben mi mindannyian, és talán ez az ország is azt szerette volna, hogy ez az ország megújuljon,
Azt szerettük volna, hogy az értékeinket megmentsük, és talán egy kicsit kevesebb volt az éhes száj. A Norvég Alapra újra pályáztunk, mégpedig pontosan erre az épületre, ahol most vagyunk. A Norvég Alap sorsát pedig mindenki tudja, hogy mi történt vele. Hogy miért nem kaphat Magyarország a Norvég Alapból egy fillért sem, az nem a norvégokon múlott. Így ilyen értékek sajnos ma Magyarországon nem újulhatnak meg. Dr. Jenei László, a Teleki Pál Egyesület elnöke, az egykori miniszterelnök főcserkész szellemi hagyatékát, az 1933-as Dzsembori máig ható településfejlesztő hatását elemezte, míg Lencsés Barnabás, a Szent Norbert gimnázium tanára, a premontrei rend gödöllői hatásáról tartott előadást. Dr. Fülöp István, a Gödöllői Városvédő Egyesület elnöke, a Dózsa György úti temető régi református temetőjében nyugvó felsőmérai Ostorharics Horváth Károly, egykori országgyűlési képviselő síremlékének megmentéséről és helyreállításáról tartott előadást, amit az Egyesület a múlt évben végeztetett el. Majd dr. Ceglédi Noémi történész, a Gödöllői Városi Múzeum munkatársa beszélt a cserkészet gödöllői történelmi szerepéről. Dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója, a kastély különleges helyzetét emelte ki. A Gödöllői Kastélyt az is megkülönbözteti, hogy más hasonló helyszínektől, hogy itt nem egy arisztokrata család aranykorát lehet megismerni, hanem a Gödöllői Kastély 1867 óta a magyar államiságnak a helyszíne. Azt gondolom, hogy ez egy óriási differencia. Nem egy család, legyen az bármennyire is befolyásos, gazdag, politikai, társadalmi hatalommal bíró, hanem maga a magyar állam helyszíne. És a mondat elején ott volt, hogy legalább 150 év, mert hogyha belegondolunk, hogy azért mégiscsak a napoleoni háborúk idején néhány napig a Szent Koronát itt tartották, de beszélhetnénk Mária Teréziáról, Grassalkovics Antalról is, és akkor nagyon elmenne az idő. Szóval legalább 150 éve a magyar államiság helyszíne, és nem egy arisztokrata család helyszíne. Erzsébet királyné ruharekonstrukcióival Gödöllő világhírnevét öregbítő Cédli Mónika divattervező a ruhaköltemények megalkotásáról beszélt, majd Boda Anikó festőművész tartott előadást az aradi villa rekonstrukciójáról. A konferenciát kerekasztal beszélgetés zárta, melynek során Bárdi Péter alpolgármester, Mészáros Judit főépítész, Klanicai Péter, a Magyar Építészeti Kamara műemlékvédelmi tagozatának vezetőségi tagja, és L. Péterfi Csaba, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület alelnöke az értékmentés aktuális kérdéseiről cserélték ki véleményüket. Többek között szóba került az uniós elnökségi időszak és az ezt megalapozó fejlesztések sorozata is. Fő térpályázatnak semmi köze nem volt az Európai Uniós elnökséghez. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog. Mi pályáztunk a főtérre, és ezt Európai Uniós elnökség nélkül megkaptuk. Teszem hozzá, mi az, ahol az Európai Uniós elnökség lezajlott, magyarul a lovarda és ugye azok az új szárnyok, annak szintén semmi köze nincsen a jelenlegi kormányhoz, mert tetszik, nem tetszik. Azt egyébként Fogarasi Deák Valéria, akkor MSZP-s képviselő, intézte el az akkori szocialista kormánynál. De egyébként abban polgármester úr és az akkori igazgató Révész T. Tamás hárman kooperáltak ebben. Az, hogy aztán utána jött egy váltás 2010-ben, akkor már egyébként megvolt a forrás elnyertük, sőt a város az akkori költségekhez hozzátette a 10%-át. Tehát az, hogy ez megvalósult, és teszem hozzá, az volt az utolsó fejlesztés a Gödöllői Királyi Kastélyban, tehát azóta nulla fejlesztés történt. Semmi. Igen, tehát zéró, semmilyen fejlesztés nem történt azóta. Tehát a 2010 óta mondhatom azt, hogy voltak, akik learadták a papírt. A rendezvény zárásaként dr. Gémesi György polgármester reflektált az épülő premontrei templom kapcsán korábban kibontakozott, izgalmas építészeti vitára.
Az a kérdés, hogy maga a funkció, az, tehát az építés az önmagáért épít, vagy pedig azért, hogy oda egy olyan funkciót, egy olyan közösséget, egy olyan lelkiséget telepítsen vele, ami szintén azokat az értékeket, szakrális értékeket ápolja és közvetíti. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület és a Gödöllői Ifjúsági Testület által rendezett konferencia átfogó képet adott városunk több díjjal elismert munkájáról. A Habsburgok öröksége ma címmel rendezett konferenciát Gödöllő önkormányzata a Gödöllői Királyi Kastélyban szeptember 8-án. A tanácskozáson Bádisl, Luxemburg, Brabiznadlebem, Staraboleszláv, valamint Zsivjecs testvérvárosaink is részt vettek, amelyeket az egykori osztrák-magyar monarchia is egymáshoz kapcsol. A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, aki Habsburg Ottóval kapcsolatos emlékeit, valamint fiainak, Károlynak és Györgynek gödüllői látogatásait elevenítette fel. Az előadások sorát dr. Újvári Tamás a kastély igazgatója nyitotta meg, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a kastély története már Grassalkovics első Antal óta összefonódik a Habsburg családdal. Hogy miért nem csak a kiegyezés óta, és miért nem Erzsébet királyné és Ferenc József gödöllői lakos volt a időszaka óta, mondjuk azt, hogy Habsburg örökség Gödöllő létezik. Nos, Grassalkovics Antal a kastély építetője Habsburg udvarban vált azzá, aki ott vált gazdag emberré, ott vált olyan emberré, aki föl tudott építeni egy olyan kastélyt, mint a gödöllői. A Sömbrunni kastély 17. század vége, 18. század elején történt átépítésénél Grassalkovics Antal már ott volt, fiatal jogászként. Az udvartartásban dolgozott, és bizony a gödöllői kastély építéséhez Sömbrunnból hozatott át építőmestereket. Talán az sem véletlen, hogy 1751-ben Mária Terézia a birodalmában legkeletebbre ide Gödöllőre látogatott el és töltött el 3 napot Grassalkovics Antalnál. És még egy fontos szempontra hívjam föl a figyelmüket. Számomra Grassalkovics Antal nem csak azért érdekes vagy fontos személy, mert létrehozta azt a csodát, amiből csúnya szóval ma is élünk, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy alul értékelt szereplője a magyar történelemnek. Nem ismerjük eléggé, nem beszélünk róla eléggé, pedig nagyon sokat tett. Nem csak a Habsburg birodalomért, hanem azon belül Magyarországért, térségünkért, a magyar kultúráért. Hogy csak egyetlen egy példát mondjak. Bécsben a Hősök terén Mária Terézia szobrának keze alatt Grassalkovics Antal szerepel. Fejérdi Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos igazgató helyettese előadásában bepillantást engedett abba a munkába, amit a szervezet végez. Ennek során folyamatosan dolgozzák fel az egykori trónörökös hagyatékát, többek között levelezését, a mintegy 30 000 fotót és a 11 000 kötetes könyvtár anyagát. Bejelentette, idén Habsburg Ottóra emlékezve ebből jelenik majd meg egy könyv 99 év, 99 kép címmel. Habsburg Ottó ugyanis az édesapjától, IV. Károlytól, akit egyébként itt az előbb is emlegettünk, azt a verset tanulta meg többek között, amit többször is idézett később is, Petőfi Sándortól, hogy akasszátok fel a királyokat. És ezt fejből tudta ezt a verset, mindig elmesélte a különböző alkalmakkor, tehát nagyon jól érezte, ismerte a magyar történelmet. Később egyébként hangsúlyozta is, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a történelmi pillanatokat megpróbáljuk kicsit eltávolodva tőle, másként értékelni, mint csak egyszerűen érzelmi szempontból, és ebből a szempontból a Habsburg család számára is fontos, hogy ezt újraértékelje, ezeket a pillanatokat. Dr. Mészáros Sándor az Európai Borlovagrend hungáriai konzulátusának prokonzulja. Azt a borlovagrendet mutatta be, melynek alapítója Habsburg Ottó volt, ma pedig Habsburg György a rendi protektora.
Cédli Mónika előadásában bepillantást engedett Erzsébet királyné ruháinak kutatásába, az elkészítés folyamatába, valamint annak szimbolikájába. A konferencia első részét L. Péter Ficsaba előadása zárta, aki röviden áttekintette a Habsburgoknak a történelemben betöltött szerepét. Állandóan Habsburg házról beszélünk, azonban szeretném önöknek elmondani, az utolsó Habsburg uralkodó az Mária Terézia volt. Ugyanis harmadik Károly, Mária Teréziának az édesapja, volt az utolsó férfi ági leszármazott, és a Habsburg házban kötelező volt, tehát az öröklési sorrend, az férfi öröklési sorrenden megy tovább. A Habsburg háznak egyetlen leszármazottja volt, Mária Terézia. Mondhatjuk, hogy elég kemény nő volt, ez tény és való, azonban a későbbiekben innentől férjének köszönhetően már csak Habsburg lotaringiai házról beszél. Tehát Mária Teréziának lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén, Mária Terézia halála után, 1780-tól Habsburg lotaringiai ház a helyes megnevezése az addigi Habsburg háznak. A rendezvény második részében testvérvárosaink képviselői ismertették, hol és hogyan őrzik a monarchia örökségét. Szeptember 8-án Szabad madár vagyok címmel nyílt meg Bada Márta világhírű festőművész kiállítása a Művészetek házában. A megnyitón dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt. Meghatott és boldog vagyok, mert valahogy ő különleges alkotója ennek a városnak, különleges művésze ennek a városnak. Mind a mellett, hogy alkotásaival ott van nagyon sok helyen, ott volt nagyon sok helyen az Európában és a világban, most is Helsinkiben volt kiállítása, vagy vannak képei. Mondta az előbb, hogy 8 magyar roma származású művésszel képviselik a magyar cigányságot és a magyar embereket. Így mondta, és ez nagyon, nagyon jó, ez nagyon jó volt hallani. És azt is mondta az előbb Márta nekem, hogy 8 általánossal eljutottam Strasbourgba, eljutottam Európa nagyvárosaiba a képeimmel és én magam is. És sokszor magunk is föltehetjük a kérdést, hogy mi ennek a titka, hogy valaki gyakorlatilag a mindennapi életből, annak küszködéseiből tud eljutni ilyen borondokra. Azt gondolom, hogy annak az egyik nagy oka, vagy az egyik nagy erénye ennek a folyamatnak az, hogy van benne egy őszinteség, van benne egy alázat, van benne egy szabadság iránti vágy, és ez kombinálódik mindazzal ezekben a művekben, azzal a sok-sok élménnyel, ami az élete során neki megadatott, vagy ami a képzeletében és a lelkében megszületett. Valahogy így gondolom az ő művészetét, hiszen tisztességgel fölnevelt 3 gyermeket, hiszen tisztességgel, becsületesen, két kezzel dolgozott még a városban, város egyik intézményének is munkatársa volt a polgármesterségem alatt, sosem ijedt meg a munkától, sosem ijedt meg attól, hogy szegény, és el kell tartani a családot, és föl kell nevelni a gyerekeket, és meg kell élni, és meg kell küzdeni a mindennapi élet nehézségeivel, és eközben alkotott folyamatosan egész életébe, és ezekkel az alkotásokkal örvendeztet meg minket. A gazdag anyagból Kecskés József olyan olajképeket válogatott, amik között a szakrális ábrázolások épp úgy helyet kaptak, mint azok, amiken a cigányság élete és álomvilága jelenik meg. A kiállítást Galambos Ádám evangélikus teológus az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. A festmények aláfestő zenéjét Solymosi Máté hegedűművész szólaltatta meg. A megnyitó keretében megtekinthettek Bada Márta munkásságát bemutató filmeket is, melyeket Fuszenekker Ferenc és Lőrinc Ferenc készítettek. A különleges hangulatú kiállítás október 1-jéig látogatható.
Hetedik alkalommal került sor a nagy sikerű Pelifestre szeptember 8-án és 9-én. A Bagoly Bárban olyan helyi együttesek mutatkozhattak meg, mint a Whole Sound és CM, Vatafunk, Rokka, Mink, Umbra, Szemérmetlen Ajkak, Hegedűs Péter, Talizma, Altrek, The Antones, Wannabe, Delirium. A jó hangulat garantált volt mindkét nap alatt. Szomorú hír érkezett. Bezár az 1991-ben indult Lear Corporation gyártelepe és máshová telepíti termelését. A cégnél 800 munkahely szűnik meg. Az ok túl magas a munkaerőköltség, mivel az autók kábelkorbácsainak előállítása nagy élő munkaigényű, azaz nem lehet robotizálni.